Akkor indul. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, tündérkirakó. A törpék a város széli erdőben laktak. Minden családnak építettek egy apró kis házat. A házikók színe családonként változott, így nem kellett utca és házszám ahhoz, hogy valakit megtaláljanak. A postagalambnak levelet adtak át a közeli lankás hegyoldal tündérei, és csak annyit mondtak. A zöld házikóba a kedves családnak küldjük. És ő már repült is. A kis ház a fenyőfák között fentről alig észrevehetően állt, de a törpék postása már többször járt itt, így könnyen megtalálta. Szeretett idejönni, mert mindig nagyon örültek, ha őt meglátták, és ma sem történt ez másképpen. Levelet hoztam a lankás hegyoldalból, kiáltotta. Törpe Panna kiszaladt az udvarra, és megkérdezte, a tündérek küldték? Igen, ők, de ajánlva adták fel, és alá kell írni, hogy megkaptátok. Figyelmeztette a galamb. Anya, gyere! Kiáltott Törpe Panna. Az anyukája mosolyogva kisietett az udvarra, átvette a küldeményt, majd friss forrásvízzel kínálta meg a postást. Mikor elment, akkor felolvasta a családnak a levelet, ami így szólt. Drága, kedves törpe család! Szombaton délben érkezünk hozzátok a gyerekeinkkel együtt. Szeretettel, álomtündér és családja. De jó, hogy találkozunk velük! Kiáltották a gyerekek. Törpe Tibi azonnal a szobájába szaladt, és keresgélni kezdett a társas játékok között. Törpe Panna a babáit nézegette, tanástalanul áldogált, nem tudta, hogy melyiket nem látta még Tündér Lili. Gyerekek, gyerekek, elmegyünk vásárolni. Holnap jön az álomtündér család, addigra kész kell lenni, sütünk, főzünk, mondta Törpe mama. Úgyhogy hamarosan beültek az autóba, és a bevásárló központban mindent megvettek. Így estére már kész volt a finom törpe süti. Mire másnap megérkeztek a tündérek, az ebéddel is elkészültek. Alig, hogy üdvözölték egymást, Tündér Lili elszólta magát. Ajándékot is hoztunk ám, nézzetek ide, mit kaptok tőlünk, mondta, és már húzta is elő a kocsiból a dobozt. A két törpe gyerek kíváncsian nézett az aranyszalaggal átkötött dobozra. Vajon mit rejt? Gyerekek, előbb ebédeljünk meg, aztán bontsátok ki az ajándékot, mondta anya. A finom ebéd után ettek egy kis süteményt, majd a felnőttek beszélgetni kezdtek, és a gyerekek a nappaliban végre kibontották a dobozt. Egy kirakót tartalmazott. Nagyon sok apró darabból állt. Oh, ez rengeteg! Hogy fogjuk ezt összerakni? Kérdezte Törpe Tibi. Hol van a kép, amit össze kellene állítani? Érdeklődött Törpe Panni. Ez egy álomkirakó. Mindjárt megmutatom, hogy működik, mondta Tündér Lali. Majd én! Mire vágytok a legjobban? Vágott közbe Tündér Lili. Egy új babára, sietett a válaszol a törpe kislány. Rakjunk ki egy babát, felelte tündérlány. A négy gyerek lekuporodott, és keresgélni kezdtek a puzzle darabjai között. A sok-sok darabból sikerült összeállítani egy szép babát. Amint elkészült a kép, Törpe Panni csalódottan ránézett a tündérekre. Ez nem igazi játék, ez csak a képe, mondta. Mondd neki, hogy szeretnéd, hogy játék legyen, válaszolt Lili. Szeretném, hogy te legyél az új játékbabám, mondta Panni. És lássatok csodát. A darabokból kirakott baba egy pillanat alatt valódi játékká változott. Tudott járni, beszélni, hosszú barna haját lehetett fésülni, és a ruhája olyan volt, hogy bálba lehetett volna vinni benne. A törpe kislány boldogan játszott vele, még sose látott ilyen szép babát. Én egy új társasjátékot szeretnék, amivel mindannyian tudunk játszani, mondta Tibi. Rendben, akkor rakjunk ki egy versenyautópályát és négy autót, javasolta Lali. A két törpe gyerek a tündérekkel együtt keresgélni kezdett a puzzle darabok között, és hamarosan egy piros, egy fekete, egy kék és egy sárga autót raktak ki. Ezután megszerkesztették a pályát. Mikor kész lettek, törpe Tibi így szólt. Szeretnénk autókkal a versenypályán versenyezni. Kérlek, változzatok játékká! És a csoda ismét megtörtént. Igazi játékpálya és négy kis autó állt előttük. Sajnos azonban nem lehetett irányítani őket. Gyorsan rakjunk egy távirányítót is, javasolta a tündér kisfiú. Így hamarosan az autók már ott száguldoztak a versenypályán a négy gyerek irányításával. A szülők a nagy zsivaj hallatán közelebb mentek a gyerekekhez. Na hát, milyen szép ajándékot kaptatok, mondta törpe papa. Ti mit szeretnétek? Kérdezte Panni. Hát egy forró kávé minden égyünknek jó lesne, mondta törpe mama.
Úgyhogy minden gyerek kirakott egy-egy csésze gőzölgő kávét a pazdarabokból, és kérésükre azok valódi itallá alakultak. Tejszínt ki kér bele? Kérdezte Tündér Lili. Mind a négy felnőtt jelentkezett, és hamarosan tejszínnel ihatták a kávéjukat. Mire vágytok még? Kérdezték a tündérek a törpéktől. Már mindenünk megvan. Otthonunk, gyerekeink, ennivalónk, barátaink. Békességben és szeretetben élünk. Ezért arra gondoltam, vigyük el a megmaradt darabokat a szomszéd törpeházba, ahol 10 kis törpe gyerek él a szüleivel. Az államtündérek elmosolyodtak. Nem szóltak semmit, csak hagyták, hogy a kedves család összepakolja a kirakó megmaradt darabjait, és átvigye a szomszédba. Mikor együtt becsengettek a kis házba, az egész család kiszaladt eléjük, hozzájuk ritkán jött új vendég. Gyertek be egy kicsit hozzánk, hívta őket a család főtörpe. Kicsit szegényesen élünk, de azért szeretjük a társaságot, szabadkozott a felesége. Mikor kibontották az ajándékot, és megtudták, hogy működik a puzzle, először csokoládét és banánt raktak ki belőle a gyerekek. Mindenből 12-t, mert a szüleikre is gondoltak. Aztán teát, süteményt szerettek volna, végül labdát, kis autót és babát is kiraktak. És mivel ők sokan voltak, és minden játékból 10 darab kellett, gyorsan fogytak a kirakó darabjai. Törpe Panni és Törpe Tibi hazaszaladtak a babáért és a versenyautós társas játékért. Tessék, nektek adjuk ezeket, mondták. Én jobban örülnék, ha ezentúl együtt játszanátok vele, mondta a szomszéd törpe anyuka. Igen, ez jó ötlet, erősítette meg a kedves törpe mama. Az idő hátra levő része vidám társalgással telt, barátokra találtak egymásban. Az álomtündérek az este beállta előtt hazaindultak, mert dolguk volt, ők vitték a szép álmokat a gyerekeknek lefekvéskor. Miután elköszöntek, az úton megbeszélték a történteket. Jól tettük, hogy ezt a két törpe családot összehoztuk. Mindannyian szeretetreméltóak és jó szívűek, mondta álomtündérpapa. Igen, őket a jó szívük igaz barátokhoz vezette. Mi csak egy kicsit segítettünk nekik, felelte álomtündérmama, aztán már azon gondolkozott, hogy melyik gyereknek milyen álomport szórjon a szobájába, hogy békésen aludjon és szépet álmodjon.